A szerencsejátékban elért rekordbevétel részben annak köszönhető, hogy befejeződött az értékesítési rendszer átalakítása, ami nem csak technikai korszerűsítéseket, de új játék lehetőségeket is hozott a szerencsét próbálók számára. Ezt Jánoska Andrea, a Szerencsejáték ZRT kommunikációs osztályvezetője mondta el televíziónknak. Ezek mellett a megújult és kibővült sportfogadási kínálat, az élő sportfogadás lehetősége, valamint a nemzetközi szervezésű Eurojackpot Lotto hozott még több érdeklődőt a tavalyi évben. Az elmúlt évekhez hasonlóan újabb árbevételi csúcsot értünk el, ezzel együtt minden korábbinál több nyereményt is fizettünk ki a játékosainknak. Várhatóan éves eredmény céljainkat is sikerült jelentősen túlteljesíteni. Ez azt is jelenti, hogy a szerencsejáték árbevétel tavalyi évben meghaladta 350 milliárd forintot. Ezen belül jól teljesített a több éve folyamatosan bővülő sportfogadás, a Tipmix Pro Totó Goltotó, de nem lankadt az érdeklődés a hagyományosnak mondható számsors játékok iránt sem, és egyre népszerűbbek a kaparos sorsjegyeink is. Jánoska Andrea elmondta, fokozott figyelmet fordítanak a játékfüggőségben szenvedőkre, az értékesítési helyeken információs kiadványok, valamint egy segélyvonal is elérhető a szenvedélybetegek számára. A függőségről és a kialakulásának okairól a 35 perc című közéleti műsorunkban Levicki Márta beszélgetett dr. Móri E. Csaba addiktológussal. Ha a játék szenvedélyeket tekintjük, akkor azt mondjuk, hogy kb. 1-3% maga az, aki ebbe szenved. De nyilván a populáció nem csak ennyi érinti, hiszen nekik vannak gyerekeik, feleségek, család. És ez egy nagyobb közeg. Valahol az addikció az a boldogságra törekvésnek a patológiás megnyilvánulása. Boldog szeretne lenni, csak nem sikerül, nem tud. Nem tudja azokat a pontokat, ugye ha egy közös pontot nézünk, az endorfin, az a hormon, ami a boldogság hormon. Az annyi mindennel el lehet érni egyébként, csak az ilyen típusú játék szenvedélyesnek, hogyha megnézzük a spektrumát, az életének a szokásrendszerét, akkor gyakorlatilag, ha egy élettérképet készítünk, akkor nagyon gyakran kiderül, hogy a szokásai azok rendkívül beszűkültek, és ezért csak egy-egy öröm adó szokás van, és arra tesz föl mindent, csak az már nem ad örömöt. Az addiktológus hozzátette, a függőség leküzdésében sokat tud segíteni a család, és az, ha a beteg megfogható célokat talál az életében.